Sziasztok, Dani vagyok. Kint vagyunk Szabival azon az építkezésen, amiről már készült videó, ahol a tetőt csináltuk, de most egy érdekes dolgot fogunk csinálni, amit gondoltam megmutatok nektek is. Vágjunk bele! Először is, hogyha megnézzük a pince rajzát ennek a háznak, akkor látjátok, hogy körbe van alapozva, illetve ilyen pillérek vannak, körülbelül 150 centinként, mivel ez a ház, meg hordítsuk a metszet, mivel ez a ház egy szeméttelepre épült, vagy valami olyasmire, ezért a pince aljától, pincének a, milyennek a neve? Alaplemez. Alaplemezétől, kösz szépen, onnan még több mint 2 métert lefúrták, egy ilyen 50-52 centis pilléreket, ezzel van körbe rakva az ház egészen az összes oldalon, ez kicsit furán mondtam, és akkor erre még itt rábetonoztak, amit annyira nem értek, hogy miért, de itt beton van végig, és egészen látjátok, hát majdnem a pince 3/4-ig fel van ez betonozva. Amit nekünk kell csinálni, ez csak egy érdekes volt, egy érdekesség volt, amit mutattam, amit nekünk kell csinálni az, hogy ilyen villámhárító vasakat itt is vannak. Ebbe a csőbe fog majd menni a villám. De jó, ne rögjük el. Szóval ilyen villámhárító vasak vannak, hát nem tudom, ez ilyen 1,5 méter lehet kb. Ja, állami gér. Körülbelül 1,5 méter hosszú. 4 darabot kell itt a sarkon. Ugye itt vannak ezek a beton pillérek, attól egy kicsit kijebb, ezeket le kell ütni, és van hozzá egy hilti aksis ütvefurónk, ezzel megpróbáljuk lepumpálni lentre. Kaptunk a végébe egy ilyen kis hegyet, ezzel fogjuk kezdeni, és amikor ez már belóg a földbe annyira, akkor utána tesszük a következőt, szóval nem a villám fog menni ebbe, hanem ezek így, látjátok, összecsúsznak. Szóval ezt kellene ott végig lenyomnunk, hát ez barátok között is legalább 6 méter, reméljük, hogy sikerülni fog. Na, ide raktuk a kamerát, akkor itt van az első ilyen vasunk, akkor ezt próbáljuk meg leküzdeni. Hát remélhetőleg nem kapunk vele ilyen betont, vagy kavicsot, vagy sziklát, vagy ilyesmit. Ja, meglátjuk. Szabi fogja a végét, én meg nyomom lefelé. Pont ide gondoltál, jönni bele a kamera elé. Nem, ide fél rá. Yeah.
Hát valamit fogtunk vele. Fotót. Ja. Hármas számú főnök lelkünkre kötötte, hogy le kell fotózni. Csinálunk róla három fotót, és akkor látszik is, hogy benn van mind. Úgy. Ugyan kicsit. Vagyis. Aha. Elég jól lement, úgyhogy nem lett vele igazából nagy szívás, vagy nem kellett vele sokat kínlódni. Ez most lent van 6 méter mélyen. Amit majd meg kell csinálni, azt mondták, hogy jó lenne egészen a beton szintjéig ezt lenyomnánk. Ez lesz majd hozzá kötve, ez a villámhárítós tudsz. Úgyhogy holnap hozunk egy csákányt, itt egy kicsit elbontjuk a földet, aztán akkor lejjebb nyomatjuk még a Hiltivel. Mert nem tudom, innen látszik-e, mert itt van egy ilyen nagyobb rész kiásva. Látjátok, hogy tele van mindenféle ramattyal. Hát lehet, hogy ez a kamera nem adja vissza. Várjátok, megpróbálom a telommal, annak talán a sötétben jobb a kamerája. Na, szóval talán ezzel a kamerával jobban látszik. Látjátok, itt ilyen a talaj. Van itt mindenféle ramagy, törmelék, vagy talán ott is látszik. Szóval, hát igen, ilyen helyre építettek házat, vagy építenek házat itt az emberek. Szóval már az alapozásnál, volt ezzel egy csomó probléma, csomó plusz költség, de hát lassan tényleg beépítenek mindent. Múlthoz a szaki ellenőrnek az egyik videójában is pont erről volt, hogy ilyen mocsaras területre építettek házat. Hát talán ez is egy picit hasonló, ilyen nagy cölöpöket fúrtak ki és betonoztak be. Ja, hát hogy megéri-e vagy nem a szeméttelepre építkezni, vagy ilyen szemétkupacra, nem tudom mennyire lesz ez így élhető, illetve mennyire egészséges ilyen helyre építeni házat, vagy ilyen helyen lakni, de itt mindenhol, ha látjátok, itt körbe van építve már, szóval valószínűleg régóta építési telekként funkcionál már ez, de ja, kicsit fura volt, érdekes volt itt látni ezeket a dolgokat. Itt is kiásták a
pincét, és akkor teherhordó talaj az meg a habokba volt, úgyhogy kénytelenek voltak még egy 2 méterre, 2,5 lejjebb menni ilyen pillérekkel vagy egy szörpökkel. Na, csak egy érdekességképpen, na még egyszer, szóval csak egy ilyen kis érdekességet gondoltam, hogy megmutatom nektek. Srácok, ez a videó ennyi. Következő videóban találkozunk, ami a tetőről fog szólni. Ilyen, maradok rá.